1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünneplik a Magyar Költészet napját. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költő találkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. Zalaegerszegen a költészetet kiszabadítják a könyvespolcok, az ünnepélyek és a megszokás rabságából. Most pedig Gyuk Alexandrához kapcsolunk. Szia Alexandra! Hogyan sikerült ez a vers felszabadítás, és mit tudsz mondani a versontó pontokról? Köszöntöm a kedves nézőket, szervusz! Kettő versontó pont található jelenleg Zalaegerszegen, egy a Keresztúri Dezső Városi Művelődési Központnál, egy pedig itt a zalaegerszegi dísztéren, ahol jól látszik, hogy már tele van versidézetekkel az aszfalt. Petőfi Sándortól, József Attilától, Babits Mihálytól is olvashatók már itt idézetek. Folyamatosan jönnek ide a járókelők, megállnak és szívesen megosztják kedvenc idézeteiket itt a nagy közönséggel. 11 órától vannak kint a szervezők, ők adnak krétát, és ezzel lehet felírni az aszfaltra a kedvenc versidézeteket. Ha esetleg valakinek nem jutna eszébe, akkor segítséget is adnak, hiszen köteteket is hoztak magukkal a szervezők, úgyhogy lehet válogatni, lehet verseket olvasgatni itt a dísztéren. Úgyhogy fiatalok és idősek egyaránt megfordultak már itt, a legkisebbek egy-egy versidézethez még rajzoltak is, ami madárról vagy pillangóról szólt, ezt illusztrálták is, úgyhogy nagyon kedves kis programnak lehetünk tanulni itt Zalaegerszegen, tehát ahogy már mondtam, ugye kettő helyszínen várják egészen 17 óráig a vállalkozó szelleműeket, aki nem szeretne verset írni, az pedig kap útravalóul egy-egy idézetet a szervezőktől, de természetesen 17 óra után is lehet jönni, és aki akkor szeretné megosztani a kedvenc idézetét itt a járókelőkkel, azt megteheti. Szerencsére az idő is kegyes a szervezőkhöz, úgyhogy nagyon szép idő van itt Zalaegerszegen, úgyhogy ki lehet jönni akár majd délután és olvasgatni is ezeket az idézeteket. És ahogy látom a képeken, nem spórolták ki azokat a színes krétákat, nagyon lelkesek a helyiek. Alexandra, köszönjük szépen!